Januárban egy egyes döntetlent játszott a Kalocsa a Kecskeméttel idegenben az őszi szezon elhalasztott fordulójában. A tavaszi összecsapásra az előre eltervezett időpontban május 16-án került sor, ami nagy örömünkre 2-0-ás kalocsai sikerrel zárult. Megmondom szintén, bosszus vagyok, mert többet vártam, de játékban rendben voltunk, sajnos a két kényszerű csere miatt meggyöngültünk, minőségben nem tudtuk pótolni azokat a játékosokat. Nagyon fiatal csapat vagyunk, mint ahogy láttátok is, és tehát sok kell még az új játékosoknak, hogy ezt a szintet felvegyék. Úgy értékelném, hogy Kalocsa megtett mindent a győzelemért. 70 percig nem lőtt kapura, nekünk volt 2-3 lehetőségünk. Az első kapuralövésből gólt találtak, és utána viszont megérdemelten nyerték meg a mérkőzést, mivel nem tudtunk újítani, mert utolsó 15 napban 5 mérkőzést játszottunk. Picit kijött a fáradtság, de nem fogjuk erre, úgyhogy jövő 3 mérkőzésünk van, még mi is még szeretnénk minél több pontot gyűjteni. Nem csak a kecskemétiek volt sűrű a programnaptárja az elmúlt időszakban, ugyanis Kohány Balázsék is 7 mérkőzést játszottak le az elmúlt 3 hét során. Azt gondolom, ez megyei szinte rengeteg. Hát ugye itt mindenki munka mellett csinálja, szerdán is munkából jövünk, tehát azt látom azért, hogy már fizikailag szinte rottyon van a társaság, de viszont megbeszéltük, hogy egy nagyon nehéz mérkőzés lesz, de valahogy ezt be kell húzni. Ugye a Kecskemét ellen még nem sikerült győznünk, ugye tavaly följöttek, sose sikerült még megverni őket, úgyhogy... És nagyon kellett most nekünk a 3 pont, hiszen az a célunk, hogy a dobogón végezzünk, és nagyon örülök, hogy sikerült begyűjtenünk. Igen, az első félidő szerintem látszódott a csapaton nagyon, hogy nem nincs friss állapotban. Mondhatni, hogy egy nézhetetlen volt az első félidő. Második félidőben azt gondolom, egy kicsit ritmust tudtunk váltani, és hát szép egyéni villanásoknak köszönhetően gyűjtöttük be a 3 pontot. Sok helyzetünk nem volt, egy helyzet maradt még ki, utána nyilván 2-0 után már lettek lehetőségeink, de ezeken a háttérlévő mérkőzéseken csak az a fontos, hogy megszerezzük a 3 pontot. A folytatásban két összecsapás vár még a fiúkra, szerdán a Hartát fogadják, május 23-án vasárnap, pedig már a bajnoknak számító János Halma gárdáját. Hát amit mondtam, az erőltetett menet tovább folytatódik, hát itt most nyilván már az utóbbi hetekben edzeni nagyon nem tudunk, az edzések arról szólnak, hogy próbálunk minél jobban frissíteni a társaságon, és most is az lesz a cél, hogy szerdára valamilyen hadrafogható állapotba kerüljünk, és mindenképpen szeretnénk ott is begyűjteni a 3 pontot, azt gondolom, akkor már nagyon közel kerülünk a dobogóhoz. A KFC jelenleg dobogós helyen áll a tabellán, pont egyenlőséggel a 3., azonban szorosan követi őket, 2 ponttal lemaradva a kiskörösi LC, így minden bizonnyal hatalmas csaták várhatóak a bajnokság utolsó fordulóiban.